kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tiszteltel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, Rózsa Sándor jegyzőurat, a hivatal munkatársait, meghívott kedves vendégeinket és a kedves televízió nézőket. A jelenlétünk alapján megállapítom, hogy megjelent 9 fő a testületből, távolmaradását bejelentette Gyurcsek János alpolgármester úr és dr. Kovács László képviselő. Az ülés határozat képes, az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket, azzal a változtatással, hogy az alábbi napirendek kerüljenek felvételre. Javaslom felvételre 15. napirendként javaslat Szarka László Karcak Kodály Zoltán út 8 szám alatti lakosnak a Karcak külterület 0199/2 és a 0199/7 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlását nem támogató helyi földbizottsági döntés elbírálására. 16. napi rendi pontként javaslom felvenni javaslat a karcagi településrendezési terv részét képező Karcagváros település szerkezeti tervének megállapításáról szóló 309/2001 KT számú határt módosítására, és végül, de nem utolsó sorban pótnapirendi pontként, 17. napirendi pontként javaslat a karcagi településrendezési terv részeit képező karcagi építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról szóló 18/2001 számú rendelet módosítására. Aki a pótnapirendi pontok felvételével egyetért, kérem, szíveskedjék jelezni, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Van-e valakinek egyéb napirendi ponti javaslata? Ha nincs, akkor a teljes napirendet tettem fel szavazásra, aki tudja támogatni, jelezze, igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. Tisztelt jelenlévők, javaslom, hogy a 13-tól 15-ig terjedő napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyaljon a képviselőtestület. Aki tudja ezt támogatni, kérem, jelezze, igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Tisztelt képviselőtestület, megkérem Rózsa Sándor jegyzőurat, hogy a két testület ülés között történt pontosabb eseményekről legyen szíves tájékoztatást adni. Október 28-án Mindenszentek napja alkalmából Dobos László polgármester úr és Gyurcsek János alpolgármester úr koszorút helyeztek el az első és második világháborús, valamint a Levente emlékműnél. Szintén ezen a napon ifjúsági labdarúgó tornára került sor, a Központ Ifjúsági Egyesület szervezésében a sportcsarnokban. A rendezvényt Szepesi Tibor képviselő nyitotta meg. November 4-én a nagykunság értékeiről rendezett konferencián a Vátszalókon Kovács Szilvia alpolgármesterasszony képviselte városunkat. November 8-án az Én kis kertet kerteltem című gyermekrajzpályázat pályamunkáiból nyílt kiállítás az ifjúsági házban. Köszöntő beszédet mondott, és az elismerő okleveleket átadta Kovács Szilvia, a programigazgató, Karcagváros alpolgármestere, a rendezvényen részt vett Szepesi Tibor képviselő. November 10-én az Időskori Egészséges Táplálkozás címmel szervezett fórumot az Idősek Klubja. A fórumon Pánt Ildikó képviselő volt jelen a város vezetéséből. November 11-én Erkel Ferenc születésnapja alkalmából koszorúzással egybekötött megemlékező ünnepséget szerveztek az Alapfokú Művészeti Általános Iskolában. Az önkormányzatot Pánti Ildikó és Szepesi Tibor, valamint Kovács Szilvia alpolgármester képviselték az ünnepségen. November 12-én a Karcagért Közalapítvány jótékonysági bált rendezett a Dérené Kulturális Központban. A jótékonysági rendezvénye Nagyné László Erzsébet, Szepesi Tibor és Karcagi Nagy Zoltán képviselők, Kovács Szilvia alpolgármester, valamint Dobos László polgármester vettek részt Karcagváros önkormányzatából. November 16-án került sor a Szakmai módszerek, eljárások a biokonyhakert művelésében című rendezvénysorozat Karcagi elnézést workshopjára a Városházán. A résztvevőket Dobos László polgármester úr köszöntötte. A rendezvény fő szervezője, ötletgazdája Kovács Szilvia alpolgármester volt. A képviselőtestületet Molnár Pál képviselte.
November 17-én tartották a karcagi rendőrkapitányság járási közbiztonsági fórumát a Városházán, ahol Dobos László polgármester úr képviselte Karcagváros önkormányzatát. November 19-én rendezte meg a karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium a végzős diákok szalagavató ünnepségét a Dérnyi Kulturális Központban. November 22-én lakossági fórum volt a volt Karcag 8-as számú választókerületében, melynek meghívott előadója dr. Fazekas Sándor, fölművelőségi miniszter, országgyűlési képviselő volt. A fórumon részt vett a választókerület képviselője, Pánti Ildikó és Kovács Szilvia alpolgármester. November 24-én, az a mai nap került megrendezésre, a térségi középiskolák bőrzéje, pályaválasztási kiállítás a sportcsarnokban, ahol a Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a szomszéd megyékben működő gimnáziumok, szakgimnáziumok és szakközépiskolák mutatkoztak be. A bőrzén Szepesi Tibor volt jelen a képviselőtestületből. Köszönöm szépen Jegyző úr tájékoztatóját. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy a szabadságolási tervtől eltérően a két ülés között eltelt időszakban november 4-én vettem ki szabadságot. Tisztelt jelenlévő, tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Jelenkezést nem látok, tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy általános közmeghallgatásra kerül sor, amelynek során az állampolgárok és a helyben érdekelt szervek kérdést javaslatot tehetnek 5 perces időkorlátozással. Kíván-e élni valaki ezzel a lehetőséggel a tisztelt jelenlévők közül? Többen is jelentkeznek, a hölgyeké az elsőbség, tessék parancsolni. Köszöntöm, Keri Csókolom. Jó napot kívánok. Szabó Sándorné vagyok, és a PUN mediátorral kapcsolatban szeretnék most kérdést, illetve javaslatot tenni. Ugyanis nagyon sokunknak nagyon hiányzik ez a pénz, és nagyon örültünk, hogy a rendőrség kézbe vette és a nyomozást, de sajnos úgy vesszük észre, hogy nem sok értelme volt, mert nem találták meg a bűnbakot, magyarán mondva. Ja, így nem vagyok hozzászokva. Igen, és azért jöttem el, hogy a polgármester úr segítségét kérem ebbe, hogy tolmácsolja az országgyűlési képviselőinknek, hogy lépjenek egy nagyot, és segítsenek, mert ez karcagi esemény tulajdonképpen, meg környékbeli, ahol ők országgyűlési képviselők, és úgy gondoljuk, hogy már csak ők tudnának rajtunk segíteni. A rendőrségi végzésben és nyomozásban megállapította a rendőrség, és le is írta, hogy Dobrai Sándorné nem tartotta pénzintézetekben a pénzt. Én ezzel nem értek egyet, mert volt alkalom, amikor nagyobb összegre volt szükségünk, mert vásároltunk valami nagyobb értéket, és nem tudta aznap ideadni, hanem azt mondta, hogy holnap megy a bankba, és kivesz. 3-4 millió forintról volt szó. És tényleg úgy volt, másnap már tudott fizetni, és hát mindenki tudja, aki legalább 1 milliót kivesz, hogy körbe van címkézve, illetve körbe van fogadva az 1 millió forint, és rajta volt a bélyegzője az OTP banknak, és meg a kereskedelmi banknak, és nem tudom, hogy ez igazol-e valamit, vagy sem, de én úgy gondolom, hogy ez következtet arra, hogy igenis pénzintézetekbe tartotta a pénzét. Régebben, amikor még volt jobban pénzem, hogyha 2 milliót tettem be a bankba, a kereskedelmi bankba, akkor velem aláírattak egy nyilatkozatot, hogy ez a pénz nem pénzmosásból származik. Nem vagyok teljesen tisztában ezzel a pénzmosás fogalmával, de ha én tőlem, aki 2 milliót beviszek, aláíratnak egy nyilatkozatot, ennyire odafigyelnek, akkor Dobrai nénál miért nem csinálták ezt meg, vagy pedig eltűnt, vagy
arra is gondolunk, hogy mivel ő ott dolgozott, összejátszhatott a pénzintézetekkel. És ebbe a rendőrségi végzésbe semmi nyoma nincsennek, sőt, teljesen tisztának találták itt a pénzintézeteket. És szeretnénk kérni a segítségét polgármester úrnak, mivel igen magas beosztásban vannak itt az országgyűlési képviselőink, név szerint Fazekas Sándor és Varga Mihály, ők úgy gondoljuk, ők tudnának valamit segíteni a továbbiakban. És szeretném, hogyha tolmácsolná és segítsenek valamilyen formában. Köszönöm szépen a felvetést és az első hozzászólást. Én egy egyszerű polgármester vagyok, és nem vagyok nyomozóhatóság, úgyhogy nem igazán tudok a nyomozati ügyekben véleményt alkotni. Nincs is sok információm erről, ugyanannyit tudok, mint bárki más ebben a városban. Én azt javasolnám, hogy egy pár pontban tessenek szívesek lenni leírni azokat a gondokat, aminek az orvoslására szükség lenne, és azt megígérhetem, hogy természetesen a képviselő uraknak el fogom juttatni ezt a kérdéssort. Ne én írjam meg, mert én nem vagyok érintett, tehát nem tudom, hogy igazándiból, hogy milyen problémák vannak, úgyhogy ezt kérném szépen mindenképpen. Jó, akkor eltetszik ezt juttatni hozzám, akkor szívesen továbbítom. Van-e további jelentkezés? Tessék parancsolni! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestületet, engem Balogh Szilveszternek hívnak. A Kertész József úr egy számoló jöttem, mert tavasszal voltunk benne a polgármester úrnál, ugyanis van egy közös képviselő, Magyar Ildikónak, azért szabad ejteni a nevét neki, és ezt szeretnénk leváltani. 6 éve ő közös képviselő nálunk, de semmi újat tulajdonképpen még a házunkon, az 56 lakáson nem csinál. Az 56 lakót tulajdonképpen, hogy mondjam már, összeuszítottani, teljesen egymás ellen vagyunk az egész 56 lakállal lakóni, úgyhogy a lakásunk tulajdonképpen lakásunkat leverette a vakulatot, meg egyebeket, és 3 éve tulajdonképpen állt. Elnézést, Balogh úr, egy kicsit a mikrofont, hogyha közelebb tartanám. 3 éve ázik a falunk, és semmit nem tett az érdekünkben. Na most ő, mivel gyűléseket sem tartni, mert ugye nem mennek el a lakók se, általában az a 10-13 fő, aki elmegy enni, de mink is össze vagyunk teljesen ugraszva egymással szemben. És most ma az a módszere neki, hogy ilyen meghatalmazásokat gyűjtött össze emberektől, akiket mi tulajdonképpen nem is ismerünk, gyűléseken nem járnak. Én 30 éve lakok ott a lakóházban, mind az 56 lakót ismertem valamikor, de az a helyzet, hogy lakásokat ki vannak arbéletben. Az arbéletüket viszont nem szavazhatnak, akik ki vannak a fő tulajdonosok, azokat meg nem is ismerjük. És önök összeszedték a szavazatokat, aláírták a papírokat. És azokat az embereket nem mi érdeklünk, meg Magyar Ildikó sem minket érdekel, mert a pénz érdekelni. Úgy szintén ezeket, akik kiadták a lakásokat, ők a 30.000 forintról, meg 35.000 forintról mennyire tökéni, beszedik és viszontlátásra. És ezt szeretnénk helyre, hogy leváltani Magyar Ildikót, illetve kezünkbe venni az ügyet, hogy ezeket a háznak a képviseletét magunk lássuk járni. De most itt is falakból ütközünk tulajdonképpen, mert akiknek voltunk, akiknek a meghatalmazásokat összegyűjtötteni, vannak olyanok, hogy a jó barát, koma, meg együtt jártam vele iskolában. Volt olyan, hogy a kollégám, illetve a szomszédom, ugye beadta egyik irodába papírni, hogy nézzék átalni, és erre betették a fiókba. És akkor szedték elő, mikor visszajött, hogy mi van a papírral. És akkor a rendőrségre is behívtak egy jó pár embert, Magyar Ildikóval szemben, hogy tudnak, hogy szembesítsék lenni. Tehát itt vannak a papírok, az egész mindenség tulajdonképpen, ez mind ellene szólni. Az egész. Nem akarom megfelelődni, mert írtam én is, de feleslegesnek tartom itt az egész dolgot. És akinek voltak papírt is aláíratni, meghatalmazásni, nem érte rá a hölgyéket, tehát nem értett Magyar Ildikóval együtt egyetemesenni. Mikor ment lefele,
lehülyézték mi. Ezt tudom bizonyítani, meg az is bizonyítaná, aki ezt hallottani. Ilyet nem lehet csinálni. A rendőrségre, mikor bementek az illetőknek, és másnap már az utcára, illetve a magyar egyikornak fülébe jött, hogy mi hallgatott át tulajdonképpen. A rendőrségre hogy kerülhet ilyen hírek kéne? Ha bemegyen valaki személyesen, én is lehetek, hogy bemegyek valamilyen okonál fogva, és másnap már az utcán van kint. Egyelőre köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Semmi segítséget kérem. Igen, nem könnyű a szituáció, valóban tárgyaltunk már korábbi időszakban. Tehát a lényeg az, hogy a közös képviselő munkájával a lakóközösség egy része nincsen megelégedve, a másik része meg van elégedve, legalábbis akik a meghatalmazás birtokában vannak. Jegyző úr segítségét fogom kérni ebben az ügyben, hiszen ez elsősorban jogi téma, és én úgy gondolom, hogy ezt inkább a bíróságon lehet majd valahogy érvényesíteni, mert mi annyiban lehetünk érintve, hogy esetleg van ott önkormányzati lakás is. Értem, utána járunk és újra felelevenítjük akkor ezt az ügyet, hogy hát ha tudunk valamiben segíteni. Rendben? Köszönöm szépen. Van-e további jelentkező? Tessék, parancsoljon. Gyökeres Sándor vagyok. Tisztelt jelenlévők, hölgyek és urak! Azt szeretném megkérdezni a polgármester úrtól, hogy ez a főtér az igaz, hogy nagyot szépült, csak szeretném megkérdezni, hogy innen árul a lovaszoborról, hova lett a névsor? Ez az egyik kérdésem. A másik, meg egy kicsit szeretnék foglalkozni a környezetünkkel. Az utcánkba kivágták a fákat 2 évvel ezelőtt, hogy új fasort ültetnek. Ültettek is, igaz, hogy nem annyit, mint amennyit kivágtak, kevesebbet, és ami nem maradt meg, azok helyett nem pótolták sohasem. És ha az ember jön, megy itt a város körül, rengeteg üres terület van, ahova fákat lehetne ültetni, mert valamikor majd erre szükség lesz. Nem csak a gépkocsi parkolókra lesz szükség, egy kis friss levegőre is szükség volna, és ezt szeretném, ha ebbe egy kicsit intézkednének, hogy ne legyenek ott csupaszon azok a területek, mert én magam tudok vagy 20 hektárt, ha itt kimegyek a város szélére közelbe, amit mindet be lehetne ültetni fával, hogy legyen egy kis friss levegője a városnak. Köszönöm szépen, ennyit. Köszönöm szépen a felvetést. Első világháborús emlékműre hagyragáljak elsőként. A táblák azok megsérültek, annyira kilazultak, hogy balesetveszélyessé váltak, kénytelenek voltunk leszerelni ezeket a táblákat. Pályázatot nyújtottunk be az emlékműnek a felújítására, a pályázat folyamatban van. Az is megvan már, hogy ki fogja elkészíteni a táblát, de az egész szoborcsoportnak a megújítására is sor fog kerülni. Természetesen gondunk van rá, hiszen a tér egyik égköve, ez az első világháborús emlékmű. A megfelelő szakembereknek a határidő március 15-éig szól, március 15-éig el kell, hogy készüljön az lovasszobor felújítása és a tábláknak a visszahelyezése. A fakivágásról, nem tudom, melyik utcában tetszik lakni? Vasút utca. A helyzet az, hogy a városban mindig is nagy óvásban voltak a fák, tehát igen, indokolt esetben járult ahhoz az önkormányzat, hogy kivágásra kerülhessenek. Ez viszont elvezetett oda arra pontra, hogy a fa állomány ebben a városban előregedett, és most bizony elég sok helyen kell fakivágást elrendelni, pontosan azért, mert a fák előregedése folytán, azok balesetveszélyessé váltak, ágak törhetnek le róla, olyan lombozattal rendelkeznek, ami már zavarja esetleg a közműveket, és a lakók is féltik az ingatlanaikat. Tehát mindenképpen kell, hogy újuljon a városnak a faállománya, ha észre tetszett venni, más területen is történnek ilyen ritkítások, nem öncélúan, hanem a kényszerűség okán. Tehát egy fának is van egy életkora, azon túl, hogyha hagyjuk, akkor az bármikor kidőlhet, és sérüléseket, balesetet, anyagi károkat okozhat. Természetesen a fa kivágás után az ültetés az kötelező. Elképzelhető, hogy nem olyan sűrűséggel lettek ültetve a fák, de nem is biztos, hogy olyan fák lettek ültetve, amit közelebb lehetett volna egymáshoz ültetni.
Az új területek fásítása, teljesen egyetértek önnel, a ország egyik legszegényebb része a fákat illetően, ez az alföldi terület, tehát minden olyan rész, ami erre felhasználható, azt mindenképpen ki kell használni. Egyébként a város gondoskodik is erről, hiszen a Kisújszállási út melletti területen is, ahol korábban nem volt erdő, most erdő van, az is sokat segíti a levegő minőségének a javulását. De hát ennek soha nem lehet vége, újabb területeket is fel kell használni, és ki kell használni. A városgondnokságnak van egy csemetekertje, abból fogja megújítani ezeket a területeket remélhetőleg. Úgyhogy egyetértek, és folyamatban ez a dolog. Köszönöm a felvetését. Tessenek parancsolni. Tessék. Lövei Sándor vagyok. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület valamennyi tagját. Fogadják gratulációmat. Karcok város a közelmúltban nagyon jó ütemben fejlődik, és nagyon sok szép és hasznos létesítmény megépült. Köszönet azoknak is, akik a kivitelezésben részt vettek. Kérdéseimet a biztonságos közlekedéssel kapcsolatban tenném föl. Én a technikumban dolgozom, és minden reggel, főleg téli idő számításban, sötétben kerékpározok oda, és a Kisújszállási úti kerékpárút már megérdemelne egy felújítást. Terveznek-e a közeljövőben ilyen munkálatokat? Ezen túl köztudott, hogy a Deák körút az észak-déli tranzit összekötő útvonal, óriási a kamion és teher forgalma, ott kerékpározni manapság már életveszélyes. Tervezi az önkormányzat, hogy összeköti a Kunmadarasi úton lévő kerékpárutat a Kisújszállási úttal a Deák körút mentén? Ezen túl a nagyvénkerti lakóterep megépülése óta a Tőkés utca terheltsége lassan már elviselhetetlen, óriási ott a forgalom. Talán még a Madarasi úti körforgalom megépülése is rásegített erre, mert nem, sokan nem szeretnek arrafelé keringőzni, inkább levágják az utat, és a Tőkés utcán mennek a központ felé. A utolsó kérdésem, vagy inkább felvetésem, az nem csak egy személyes. Lakókörnyezetemben többünk véleményét is elmondom ezzel. Kérdéssel kezdem. Van-e a városban a háziállatok jószág tartásra szabályzat, a jószágok létszámát, tartási körülményeit illetően? Elmondanám, többször is összejövünk az utcában ott élő emberek, főleg tavasztól őszig. Egyszerűen nem lehet ablakot nyitni, nem lehet tiszta ruhát kint szárítani, mert olyan a levegő, mintha a disznóholban röfögne az ember. Köszönöm, ennyi volt a kérdésem. Köszönöm szépen először, és köszönöm a gratulációt. És akkor válaszolni kerékpárút elsősorban. Pályázat van beadva, egy nagy pályázat, topos pályázat, ez megyei pályázat kerékpárút fejlesztése, építése és javítása. Ennek az elbírálása éppen folyamatban van, várhatóan a tavasz folyamán kerül elbírálásra, és ha jól emlékszem, akkor ez egy 500 millió forintos beruházás lenne, amiben sok minden beletartozik. Új kerékpárutak építését tervezzük. Pontosan mondom, a nyomvonalat, vagy azt mondja, hogy a Táncsics körút, Dózsa-György út, Kacsó út és a Szent István úttól, a piac sarkától kezdődően, de a másik oldalon, az Kutatóúti óvoda oldalában végestelen végig tervezzük, ameddig a pénz tart, majdnem a Vasút utcáig, odáig vannak meg a tervek, és ez az új kerékpárútnak az átkötése a Madarász Imre úton történne a Kisújszállási úttal. Na most ez egy terv, reméljük, hogy
pozitív elbírálásban részesül a beadott pályázatunk, és ezt szeretnénk mindenképpen megvalósítani, de ezen belül a meglévő kerékpárutaknak a felújítását is tervezzük, hiszen valóban igaz, hogy a korábban megépült kerékpárutakat azt kell gardírozni, kell javítgatni. Ezeknek a folyamatos karbantartása egyébként évről évre történik, de ez a pályázati összeg nyújtana egy lehetőséget arra, hogy egy komolyabb generáljavításon essenek át, ha nem is végig, mert az fizikai képtelenség lenne, hogy egyszerre megcsinálni a régi utakat is, meg új kerékpárutat is. A Deák körúton kerékpárutat ennek megfelelően nem tervezünk, nem tervezhetünk, mert erre egyszerűen nincsen már anyagi forrás. Az kétségtelen tény, hogy a Deák körútnak a forgalma erősen megnövekedett, mint ahogy a Tőkés út forgalma is, de a fejlődés, az urbanizáció az már csak ilyen, tehát ezt tudomásul kell venni, hogy azok az utak, amelyek korábban földutak voltak, nyilvánvalóan nem is használták, hát a Deák körút nem ilyen volt, de a Tőkés út azért a későbbiek folyamán lett portalanítva, addig nem volt ilyen probléma. Ezt nagyon nehéz szabályozni, mert ha az egyik útról levesszük, megtiltjuk a nehezebb járművek, vagy akármilyen járműveknek a közlekedését, akkor nyilvánvalóan a sofőrök elmennek egy másik irányba, és lehet, hogy rosszabbat teszünk, mint jót, mert olyan kisebb teherbírású útakra terelnénk át a forgalmat, ami még nagyobb károkat és még nagyobb forgalmi dugókat hozza elő. Így ezt csak azt tudom mondani, hogy tudomásul kell venni. És legfeljebb, ha nagyon-nagyon indokolt, és nyilvánvalóan a forgalommal foglalkozó szakemberek ezt folyamatosan nézik, akkor esetleg tiltótáblákkal lehet szabályozni. De ez egy kétélű folyamat, még egyszer mondom, mert ha valahonnan kitiltjuk a közlekedőket, azok nyilvánvalóan átmennek egy másik útra, mert a közlekedéshez meg joga van mindenkinek. És ez a gépjárművekre is vonatkozik. Tehát, hogyha valaki megvásárolt valamit, egy motort, egy autót, egy teherautót, akkor nem mondhatjuk azt, hogy nem használhatod. Ez egyértelmű. Én minden alkalmat megragadok arra, hogy felhívjam a közlekedők figyelmét, hogy lehetőség szerint a közlekedés szabályait betartva közlekedjenek, és így még a nagyobb forgalom is viszonylag elviselhető, de kitiltani ezeket a járműveket az utakról nem lehetséges. Jószágtartás szabályai, nincsen ilyen rendeletünk, nem önkormányzati kezelésben van ennek a szabályozása. Egyébként ez is olyan, hogy Karcag mindig is mezőgazdasági jellegű település volt. Ez kár lenne tagadni, itt a mezőgazdaságból élt az embereknek a 70% vagy 80%. A jószágtartás is volt, sok kellemetlenséggel jár. Naponta találkozunk, főleg valóban, hogy ön is említette a nyári időszakban a kellemetlen hatások miatt az emberek a szomszédok által keltett kellemetlen hatások okán beszoktak jönni, nem sok mindent tudunk tenni. Mindenképpen azért vannak olyan szabályok, amiket be kell tartani, ezeket a munkatársak ellenőrzik. Tehát az, hogy például milyen legyen az a bizonyos trágyatároló, zárt legyen, gondozott legyen, megfelelő módon takarítva legyen, ezt ebbe tudunk beleszólni, semmi másban nem. Köszönöm szépen. Van-e további jelentkezés? Tessék, parancsolni! Király Ferenc vagyok, üdvözlök mindenkit, a Kisföldek közében lakom. Én is a levegő tisztasággal kapcsolatban szeretnék mondani néhány szót. Itt a városban, ha járok jobbra-balra, akkor azt tapasztalom, hogy már most mind kevesebben tüzelnek szénnel, fával, tehát szilárd anyaggal, hanem inkább a méreg drága gázt választják. Ez sok esetben jó is. De azért azt is láttam, akár itt... Elnézést, Feri, ezt most nem hallottam rendesen, tehát, hogy a méregrága gázt választják a fa és más helyett? Hát, tehát, hogy a gáznak megvan az a haszna, hogy kényelmes és praktikus, viszont nagyon drága.
Tehát emellett sok ember azért még a szenetfát választja, nem tudom, hogy így már érthető-e. Igen. De megvan az a hátránya, hogy tulajdonképpen füstöl a kémény. Na most itt Karcagvárosban, akár benne a központban, a jövök megyek, látom, hogy olyan füstölő kémények vannak, amit egyszerűen nem is tudom el se képzelni, hogy itt a város központban hogy működhet így, amikor az emeletes házak fele meg minden irányba viszi a füstöt a szél. De ez most nem is az lényegem. Én ahol kint lakom, ott is több házban tüzelnek még szénnel, fával, és a nap több időszakában egyszerűen lehetetlenség az ablakot kinyitni, ruhát kitenni, száradni, vagy egyszerűen friss levegőt venni. Anyuval orvosnál voltunk, azt mondta a doktor úr, hogy hát tessék venni friss levegőt. Hát jó, hát igen, friss levegőt, de ez nem mindig adott. Most így télen ez probléma, utána persze szerencsére tavasztól megszűnik, akkor jön majd más probléma a járműveknek a kipofogó gáza ott a Tesco környékén. Én csak azt szeretném mondani, hogy aki ilyen tüzelésű, tehát régi hagyományos tüzeléssel tüzel, figyeljen onnan jobban, hogy az ő családi melege árán a szomszédok meg a környezetük azok ne legyenek hátrányos helyzetben. Én csak ennyit szerettem volna tulajdonképpen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a felvetést. Hát igen, ezt nagyon nehéz szabályozni, mert végül is, hogyha a gáznál olcsó fűtőanyaggal kénytelenek fűteni emberek, akkor azt fogják használni, és erre semmiféle szankciót nem lehet hozni, hogyha a tüzelőberendezés meg a kéményrendszer a szabályos, és azt nyilvánvalóan a hatóság vizsgálja, tehát ezzel sok mindent tenni nem tudunk, de hagyd mondjam azt akkor, hogy ezen a területen is szeretnénk előre lépni, hiszen egy LIFE programban adtunk be pályázatot úgy szintén, ez a levegő szennyezésnek a mérséklését tűzte ki célul, és reméljük, hogy itt is sikeresen fogunk pályázni. Pontosan azért, mert a Karcag egy szerencsétlen természeti adottságokkal rendelkező település, a medencé belül is egy medencében helyezkedik el, és nyilvánvalóan ilyenkor főleg a ködös párás időben a levegő szennyezettség az még jobban megemelkedik, ebben teljesen egyetértek, és hogyha azt egy friss szellő nem fújja ki, akkor akár hetekig is lehet ezt a nagyon-nagyon rossz minőségű levegőt szívni. Ez a program lehetőséget biztosít arra, hogy ez egy picikét csökkenjen. Nyilvánvalóan robbanásszerű fejlődésről majd itt sem lehet szó, és arra nem lehet számítani, mert itt elsősorban az embereknek a mentalitásán kell változtatni, de meg tudomásul kell venni a pénztárcának a vastagságát is természetesen. De a próbálkozásunk pontosan erre irányul. Erre irányul. Van-e további jelentkezés? Tessék parancsolni. Köszöntöm a polgármester urat, az önkormányzat dolgozóit és valamennyi jelenlévőt. Tatter Ferenc vagyok, 93. éve lakok Karcagon, és figyeltem azóta is a fejlődését Karcagnak. Most csak nagyon röviden egy-két dolgot megemlítenék. A 70-es évek körül még az utcák nem voltak kikövezve, porosak voltak, amikor jöttek hazafel a szekerek a tanyákról, felkavarták a port, több méter magasan állt a levegőbe, ki se lehetett menni az utcára. Amikor meg eső esett, akkor meg azért nem lehetett kimenni, illetve közlekedni, mert ugye akkor meg sárosak voltak az utcák. Hát azóta sokat fejlődtünk, ugye most már köves utak vannak mindenütt. Legjobban meg most annak örülök, hogy az utcák fásításra kerültek, és nagyon szépen halad előre, még a mai napon is láttam felültetést. Legutóbb pedig ugye a főtérnek a
kikövezése is nagyon szép, de ott van egy nagy bökkenő, hogy amikor azt csinálták, mentem megnézni, és láttam, hogy a végeit hogy fejezik be, mondtam, hogy az nem jó lesz. Ők azt mondták, hogy majd ők tudják, hogy mit kell csinálni. Most azóta nagyon sok kerekesszékek, én is kerekesszékkel vagyok, mert Parkinson kórom van, és nem tudok állni sajnos, azért elnézést kérek, hogy ülve beszélek. És ugye a kerekesszékekkel beszélve, nagyon sok van Karcagon, több mint 100, nagy részük nő, és még gyámoltalanabb talán, mint a férfi, és alig tudnak felmenni ezekre az új járdákra, mert a vége úgy van megoldva, hogy botló van beépítve a végére, tehát nem tud simán felmenni. És elakadnak, volt, aki elesett, megsérül a kocsi, de sokszor a rajta ülő is. És példát is tudnék sorolni, hogy mik történtek ottan, de most arra nem térek ki. De javaslatot is tudok tenni. A lottózó előtt korábban megépültek ezek az emelt járdák, és ott olyan simán fel lehet menni, javaslom a műszakiaknak, hogy nézzék meg, és azt szerint nagyon könnyű megoldani, olcsóbb, mint ez a módszer, amit ők megoldottak. A mai napon is a piac téren gyűjtöttem aláírásokat, mert nagyon sok a ismerősöm, és örültek, hogy ez felmerült, hogy itt elő tudom adni a kérésemet. És tisztelettel kérem ennek a megvalósítását. Most választ nem is kérek, mert sajnos most vettem észre, hogy a nagyot hallásom is akadályoz abban, hogy megértsem a választ. Az eredmény biztos igazolni fogja, hogy a polgármester úr segített ebbe a kérdésbe is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és köszöntöm Feri bácsit régió ismerősként természetesen, és köszönöm a felvetést, amit én is jogosnak érzek, annak ellenére, hogy a szabványoknak megfelelnek ezek a küszöbök, ezek a járdaszegélyek, de az élet az úgy tűnik, hogy másképpen bizonyítja ezeknek a tudását. Ennek megfelelően elfogadva a tanácsot és a felvetést, én haladéktalanul fogok intézkedni, hogy a mentesítés az megtörténjen, tehát egy olyan szakasz kerüljön kiépítésre, ahol a mozgáskorlátozottak a kerekesszékkel is könnyedén fel tudnak menni. Ahogy a lehetőségeink engedik, ezt meg fogjuk oldani. Én köszönöm a felvetést. Van-e további jelentkezés? Tisztelt jelenlévők, jelentkezést nem látok, így megköszönöm a feltett kérdéseket, a javaslatokat, és bejelentem, hogy az általános közmeghallgatásnak akkor a végére értünk. Köszönöm szépen a megjelenést. Folytatjuk a munkánkat. Tisztelt képviselőtestület, rátérünk a napi rendeknek a megtárgyalására. Első napi rendi pontunk beszámoló a Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első 3/4 évi végrehajtásáról. Felvetésképpen csak annyit mondok, hogy ez egy megvalósult történelmi dolog, hiszen régen volt már ez az időszak, amiről most a beszámoló olvashatjuk és megvitathatjuk. A bevétel ebben az időszakban 83,6%-ra teljesült, a kiadás pedig 66,84%-ra. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Karcagi Nagy Zoltán képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők, tisztelt televíziónézők! November 21-én a Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsági Ülésen téma volt természetesen a 2016-os évi városi költségvetés első 3/4 évi végrehajtása.
És a bizottság tanulmányozta az anyagot, meghallgattuk a hivatal dolgozójának a kedves tájékoztatási színvonal szakszerű tájékoztatását, és ahogy az anyagban is szerepel, a fizetőképesség megtartása, illetve a költségvetési egyensúlyra való törekvés érdekében fokozatosan figyelni kell, felülvizsgálni, ellenőrizni a költségvetés végrehajtását, illetve maximálisan törekedni kell a bevételek realizálására, illetve a bevételhez viszonyított kiadások tekintetében is oda kell figyelni nagyon roppant módon. A bizottság megtárgyalta és elfogadta, és a testületnek is elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólást. További jelentkezés van-e? Szepesi Tibor képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő testület, jelenlévők, az önkormányzat költségvetési intézményeinek érdekegyeztető fóruma is megtárgyalta a pénzügyi bizottsághoz hasonlóan az előterjesztést és elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen. Van-e további vélemény, észrevétel? Tisztelt képviselő testület, nyilvánvalóan majdnem egy évvel ezelőtt már sokat gondolkoztunk az évi költségvetésen, és nagyon ügyesen, okosan kellett összeállítani ahhoz, hogy működőképes legyen a város ebben az esztendőben is, és az is nyilvánvaló, hogy ez az első három negyedéves időszakban is azok az alapszentenciák meg kellett, hogy valósuljanak, ami egy költségvetés tartásának a szükségességét biztosítja. Takarékosság, odafigyelés intézményekben, az önkormányzatnál, a bevételeknek a megfelelő módon történő beszedése, a kiadások minimalizálása, annélkül, hogy a város, mint város elveszítse jelentőségét. Tehát itt természetesen nem csak a kötelező feladatok ellátására kell koncentrálni, hanem azon túl még nagyon sok mindenre. És ez a kiadásokat általában nem csökkenteni, hanem növelni szokta. Ez teljesült, ahogy a írott anyag is bizonyítja, úgyhogy én magam is elfogadásra javaslom ezt az előterjesztést. Ha egyet tetszenek érteni velem, akkor tessenek jelezni. Igen, igen, két tartózkodás mellett, két nem mellett a napirendi pont elfogadásra került. Köszönöm szépen. Második napirendi pontunk, javaslat a haszonbérbeadott külterületi termőföldek 2017. évi haszonbérleti díjának mértékére. Tisztelt képviselőtestület, minden évben előbbünk kerül ez a napirendi pont. Minden évben felülvizsgáljuk a haszonbérleti díj mértékét. Nyilvánvalóan a bizottság megtárgyalta már ezt korábban. Én javaslom, hogy a 2017. évben is maradjon az az összeg, ami az elmúlt években elfogadásra került. Az 50.000 forint per hektár per év díjat javaslok elfogadásra. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Molnár Pál képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen polgármesterről a szót, tisztelt képviselőtestület, kedves jelenlévők. Valóban a bizottságok megvizsgálták és megalapították és javaslatot is tettek arra vonatkozólag, hogy 2017 évben mennyi legyen a haszonbérleti díj mértéke. Nem kis dologról van szó, ugyanis 1100 hektár önkormányzati területtel rendelkezik a Karcagváros önkormányzata, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mekkora is ez a díj. Évekkel ezelőtt, amikor megállapítottuk ezt az összeget, az volt az elképzelés az önkormányzatnak, hogy több évre határozzuk meg, tehát ne kelljen minden évben esetleg emelni vagy csökkenteni, és úgy gondolták a bizottságok is, valamint jó magam is úgy gondolom, hogy ehhez a díjhoz valóban a 2016-os díjhoz nem kellene hozzányúlni, hanem a 2016 évben is ezt kellene érvényesíteni, és ez lenne a javaslatom. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, köszönöm szépen. Van-e további jelentkezés? Nincs, akkor továbbra is fenntartom, hogy javaslom az 50.000 forint per hektár per év haszonbérleti díjnak a elfogadását. Aki támogatja, jelezze, igen, pontunk. Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 14/2015 rendelet módosítására. Tudom, hogy a bizottság ezt átrágta meg, tárgyalta, lehet, hogy több tételben is. Én azt javaslom, hogy ne legyen módosítás. Vitára bocsájtom a napirendet, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? András képviselő úr, tessék parancsolni.
Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tisztelt testület, tisztelt jelenlévők. Elérkezett az a pillanat, amikor egyetértünk. Úgy gondolom én is, hogy nem kell az idegenforgalmi adón emelni, nem látom értelmét, különösen azért, hát az én olvasatomban változatlanul az van, hogy egy idegenforgalmi adó, amikor kifizetem a számlámat, akkor megjelenik, és maradhat egy igen kellemetlen szájíz az emberbe, hogyha annak a mértéke magasabb, mint máshol. A idegenforgalmi adó, amire javaslatként emelésének a javaslata megtörtént, az a környék legmagasabb idegenforgalmi adóját generálta volna Karcagon, vagy generálja Karcagon. Úgy gondolom, hogy ennek nincs értelme. Egerben 450 forint az idegenforgalmi adó, tele látványossági lehetőségekkel, hatalmas turista látványosságokkal. Én úgy gondolom, hogy az egyik eszköze arra az is, hogy egy jó üzenet, egy reklámértékű üzenet, hogy az idegenforgalmi adó mértéke nem kimagaslóan magasabb, mint a környék átlaga. Én azt mondom, hogy ha ezt megtartjuk, és szinten tartjuk, nem emeljük az idegenforgalmi adót, én úgy gondolom, hogy a város komolyabb bevételtől nem fog elesni, mert a kalkulált bevétel, ha 470 forintra emeljük, mint ahogy ez a pénzügybizottságon javaslatra került, akkor is maximum 250 ezer forint plusz bevételt jelent éves szinten költségvetésbe. Én nem bagatelizálni akarok 250 ezer forintot, de a költségvetés, több milliárdos költségvetés szempontjából a 250 ezer forint, én úgy gondolom, hogy nem akkora súlyú. Reklámra többet költünk el ezen a területen, és én úgy gondolom, hogy ha az önkormányzat és a testület is úgy dönt, nagyobb lesz a reklámértéke és az üzenete annak, hogyha nem emeltünk idegenforgalmi, tartani tudtuk a régit, én javaslom azt, hogy ne emeljünk idegenforgalmi adót a városba. Köszönöm figyelmet! Köszönöm szépen, és végtelen örülök, hogy András András képviselőtársam egyetért velem. Én tudom, hogy máskor is egyet szokott érteni, csak a frakció fegyelem nem engedi, hogy megszavazza azokat a napirendi pontokat, amikor ellenünk szavaz, hiszen ő is tudja nagyon jól, például itt az első napirendi pontnál, hogy ez a költségvetés végrehajtása teljesen korrekt volt, hiszen ő is részese volt a költségvetés megalkotásának, és a véleményeivel alátámasztotta azt, hogy az a költségvetés teljesen rendben van. Köszönöm. Néha tessék levetkőzni ezt a frakció fegyelmet, és akkor máskor is elő fog bukkanni ez az egyetértés közöttünk. Arra viszont felhívom a tisztelt jelenlévők figyelmét, hogy bár valóban nem nagy összegről van szó, és sok más esetben ilyen emeléseknél is viszonylag kisebb összegről beszélhetünk, hogyha egyáltalán megvalósul. Viszont ahogy említette képviselő úr, hogy a többet költünk reklámra, csak azt a reklámnak a költségét is valamiből ki kell termelni. Erre nincsen állami forrás. Tehát ne tessenek elfelejteni arról az egyszerű tényről, hogy csak úgy tudunk költeni, ha van bevételünk is. És ez néha fájdalmas dolgokkal jár. Na de ha azt akarjuk, hogy lépjünk előrébb, tudjunk fejlődni egy kicsikét, akkor ezeket is néha meg kell lépni. Nem azt mondom, hogy mindig, és természetesen nagyon körültekintően, odafigyelve, de minden fillére szükség van. Mert máskor meg képviselő úr kéri számon rajtunk, hogy erre miért nincs pénz, arra miért nincs pénz. Bevételekből lehet bizonyos dolgokat finanszírozni, úgyhogy ne legyünk álszentek, és néha lépjünk ki a frakció fegyelemből is. Köszönöm szépen, van-e valakinek további hozzászólása? Véleménye? Elfogadásra javaslom akkor az, hogy ne módosítsunk, tudják támogatni. Igen, nem, egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. Negyedik napirendi pontunk. Következik javaslat az egészségügyi alapellátások körzetének megállapításáról szóló 9/2016 önkormányzati rendelet módosítására, iskolai védőnői körzetek módosításáról van szó. Elsősorban a finanszírozásra szükséges létszám miatt van szükség ezeknek a területeknek a módosítására. Van-e kérdés, hozzászólás, véleményehez? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Ötödik napirendi pontunk, javaslat a települési támogatások rendszeréről szóló
7/2015 önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, ez a napirendi pont és a következő is egy olyan dologról szól, amivel szeretnénk a lakosságnak a gondjait könnyíteni, főleg azoknak, akik rászorulnak bizonyos támogatásokra. Azt szeretnénk megcélozni, hogy lehetőség szerint a különböző utalványokat a lehető legtöbb helyen lehessen beváltani. Itt is erről van szó, itt azt mondja, az étkezési utalvány kapcsán fogunk véleményt nyilvánítani. A önkormányzat által kibocsájtott utalvány helyett egyéb más étkezési utalványban gondolkozunk, és valósul meg, hogyha támogatja a testület, amit nagyobb üzletekben is be lehet váltani, ezzel még a nyomdai költséget is tudjuk csökkenteni. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e ehhez? Egyet tetszenek érteni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra, köszönöm szépen. Hatodik napi rendi pontunk, javaslat az élelmiszertüzelés gyógyszerutalvány formájában nyújtott önkormányzati segélyek beváltási helyéről szóló 62/2016 KT számú határattal módosított 288/2014 KT számú határat módosítására. A írott szöveg szerintem önmagáért beszél, tulajdonképpen arról van szó, amit már az előbb elmondtam, bővítjük azoknak a helyeknek a számát, ahol be lehet váltani az utalványokat. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Pánti Ildikó képviselőasszony, kér szót, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők, én csak abbéli örömömnek szeretnék hangot adni, amit megfogalmazódott az előterjesztésben, hogy bővült a beváltóhelyeknek a köre, és ez adott városrészt kedvezően érint. Örülünk neki, hiszen ez régi felvetés, kérés, hogy ez most így a szolgáltatóval együtt sikerült megvalósítani. Köszönjük! Köszönöm szépen, valóban régóta morfondírozunk ezen, több képviselő kérés is van e mögött, a döntés mögött, és én magam is úgy láttam, hogy erre a lépésre szükség van. Segítsünk, hogyha tudunk, ez úgy gondolom, hogy előrelépés és egy segítségnyújtás. Van-e további jelentkezés? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el, köszönöm szépen. Hetedik napirendi pontunk, javaslat önkormányzati tanácsadói munkakör létrehozására. Tisztelt képviselőtestület, megnövekednek várhatóan reményeink szerint a feladataink a következő esztendőben. Tele vagyunk topos döntése váló pályázattal, itt komoly feladatok lesznek a jövő esztendőben, a pályázatok elbírálása után. Ezért szeretném javasolni, hogy ezt az előterjesztést tessenek támogatni. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Jelentkezést nem látok. Szavazunk. Igen. Nem. Tartózkodás. 8. Igen, egy tartózkodás ellenében a javaslat elfogadásra került. Köszönöm szépen. 8. napi rendi pontunk, javaslat a karcagi általános iskolák felvételi körzeteire a Jászlókun-Szolnok megyei kormányhivatal részére. Tisztelt képviselőtestület, minden évben meg kell dolgoznunk ezzel a feladattal, nyilvánvalóan bizonyos százalékoknak meg kell felelni a körzeteket érintően. Így kozmetikázzuk, illetve módosítgatjuk a felvételi körzetek határait. Ez a saját érdekünkben történik. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ezzel kapcsolatban? A bizottság tárgyalta, támogatta. Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 9. napi rendi pontunk, javaslat az óvodai kapacitás bővítés célzó beruházások támogatása című pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzésre. Ahogy tetszenek tudni, a SZIM óvoda eredményesen pályázott, illetve az önkormányzatunk szívesen, sikeresen pályázott a SZIM óvoda bővítésére, ez indokolt és örömteli dolog. A közbeszerzési folyamatot indítjuk el, hogyha ezt az előterjesztést, ezt a javaslatot elfogadjuk. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e?
a bizottság támogatta. Szavazunk, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. Köszönöm szépen. 10. napirendi pontunk. Javaslat az országos tornaterem felújítási programban való részvételre. Tisztelt képviselőtestület, gondolom, hogy ez is megvitatásra került most a bizottsági ülésen, a pénzügyi bizottsági ülésen. Nem egy egyszerű dolog, és komoly döntésről van szó, egy komoly lehetőségről. A Magyar Kézilabda Szövetség bevonásával egy pályázat kerül kiírásra, önkormányzatunk pályázik. Jelen esetben a sportcsarnok küzdőterének ablakainak a felújítására, kicserélésére. 50, illetve 100 millió forintra lehetett pályázni. A önerőit elég komoly tétel, 30%-os önerőt kell produkálni. Ez 50 millió forint esetén 15 millió forint önerőről van szó. Így, hogy én azt javaslom, hogy ezt támogassuk. Ehhez van megfelelő erőnk, hiszen innentől kezdődően még elég sok a bizonytalansági tényező, a közbeszerzés hozhat olyan felbukkanó történéseket, amire nem biztos, hogy fel vagyunk készülve anyagilag. Én azt javaslom, hogy erre a felújításra mindenképpen szükség van, ezt ki kell használni, de itt álljunk meg. Van egy kérdés, hozzászólás, vélemény. András András képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők. Igen, van. Én nekem fenntartásaim vannak ezzel a projekttel kapcsolatban, mégpedig a következő. Nagyjából számoltam csak felületesen, mivel az anyagot nem ismerem, tehát konkrét számokat nem tudom hány négyzetméter ablakról van szó, nem tudom milyen ablakokról van szó, tehát 46 ezer forintért adnak egy négyzetméter üveget, ez nem olcsó üveg, ez egy olyan minőségű üveg, amely majdnem golyóálló. Több rétegű, edzett, földrengésbiztos, tehát a szillánkosra törik ki, az a része nem hull le, mert egy védőfólia biztosítja, hogy nem okoz kárt. Tehát úgy gondolom, hogy ez a náluk kapható legdrágább 46 ezer forintos üveg, ha ezt megszorozzuk 200-zal, 200 négyzetméterről beszélek, akkor is nagyjából 9 millió forintnál tartok. A beépítés költségei nagyjából 3 millió forint körül vannak, tehát 12 millió forint. Egyéb műszaki tartalmakat vegyünk figyelembe, nagyjából 20 millió forintból, 22 millió forintból megoldható. Nagyon kiváló minőségű üveg nyilászárókkal ennek az épületnek a kivitelezése, felújítása, nyilászáró cseréje. Bizottságon elhangzott, hogy képzeljem el, olyanok lesznek, hogy távirányítható, és akkor motorosan nyithatók lesznek ezek az ablakok. Nagyszerű. Fölhívnám a figyelmüket, hogy egy ilyen motoros ablaknak a működési elve pofon egyszerű. Tehát egy csiga rendszer és egy szervomotor nyitja ezeket az ablakokat, amelyek egy viszonylag olcsó, egy viszonylag olcsó irányító rendszerrel, illetve egy ezt vezérlő rendszerrel megoldható, nem különösebben drágább. Egy közép kategóriás ilyen típusú berendezés, az ilyen 2,5 millió, maximum 25 millió forintnál járunk. Kérem tisztelettel, 50 milliós ez a pályázat, ebből 15 milliót ki kell a városnak fizetni. Kérdezem én, ha 25 millióból meg lehet való, mert én úgy gondolom, hogy meg lehet. Ha engem bízna meg, és nem teszi meg természetesen a Kézilabda Szövetség, akkor én ezt 25 millióból egészen biztos, hogy kiváló minőségben meg tudnám oldani. Én azt is értem, hogy nagyon fontos ez valakiknek, de az én olvasatomban ennek elég csúnya hangzata van. Mégpedig én úgy látom, hogy a Kézilabda Szövetség kapott a kormánytól egy jelentős összeget hasonló célokra.
tőlük meg lehet pályázni, és csúnya módon kifizettetik az önkormányzatokkal azt a beruházást, amit végrehajtatnak velük, még hogyha szándékosan ugye nem kényszerítenek is erre senkit, mert önként lehet hajtani a fejünket bele, de nagyjából ez az olvasata, a többi pénzt hagyd ne mondjam, hogy hova kerül. Van rá sajnos ebben az országban rengeteg, például az elmúlt időszakban láthatjuk, hogy milyen pénzügyi visszaélések történnek országos szinten. Én úgy gondolom, hogy ez is egyik része annak, amikor korrupt módon kezel egy szervezet pénzeket. És itt a kézilabda szövetségről beszélek. Én azt mondom, hogy ha az önkormányzatnak van 15 millió forintja, akkor kerítsünk egy topos pályázatot. Bír még ez a tornaterem, vagy bocsánat, sportcsarnok egy évet. Szerintem egy éven belül még semmi baj nem lesz. A következő évben egészen biztosan fogunk topos pályázatot találni rá, és úgy gondolom, hogy abból meg tudja oldani a város. Egyébként elmondanám, hogy ez 20 darab, tehát ami elhangzott bizottságülésen, 20 darab nyílászáróról beszélünk, 20 darabról. Ha az 50 millió forintot elosztom 20-szal, egy nyílászáró, hölgyeim és uraim, egy ablak 2,5 millió forintba fog kerülni. Otthon tessék már kopogtatni rajta. Tehát én nonsensnek tartom ezt, hangsúlyozom, hogy itt nem az önkormányzat felelősségét firtatom, hanem a kézilabda szövetség részemről felháborító módon kiírt pályázatát. Köszönöm a figyelmet. Egy mondat erejéig, és hangsúlyoznám, hogy azzal egyetértek, hogy valóban a sportcsarnok felújítása, karbantartása az egy fontos és elvárandó feladat. Köszönöm. Na, akkor ebben értünk egyet, képviselő úr, mert valóban a megépítése óta itt ennek a csarnoknak az ablakai ugyanabban az állapotban vannak, és már most áldatlan állapotok uralkodnak, hiszen nagyon sok helyen ki van törve, és már csak egy ilyen foldozással, toldozással van pótolva. Tehát azért elég nagy strapának lett ez kitéve az elmúlt időszakban, úgyhogy mindenképpen célszerű ezeknek a megújítása, felújítása, nem is beszélve arról, hogy hogyan zárnak már azok az ablakok, tehát a mennyiség, ami ott kiszökik, az elképesztő nagyságrend. Én azért óvatosan bánnék ezekkel a kijelentésekkel, hogy korrupt és a többi, és még ha nem is a kézilabda szövetségről van szó, ezt meggondolnám, hogy mit mondok, mert ezt azért nagyon nehéz bizonyítani. Tisztelt képviselő, tisztelt hölgyeim és uraim, ez az összeg, ami ennek a felújításra szükséges, ez egy számolt összeg, egy rendszeren keresztül, amit alkalmaznak a vállalkozó kivitelezők. Természetesen azért van a közbeszerzés, hogy ez nem szentírás, ettől el lehet térni. Majd kiderül, hogy mennyiben fog ez végérvényesen kerülni. Hát most van egy irányszámunk, gratis megcsinálták nekünk ezt a számítást egy program alapján. Mi ehhez kell, hogy beálljunk és nézzük azt, hogy akkor érdemes célszerű, nem célszerű megcsinálni. Egy biztos, egy mérhetetlen nagy lehetőséget rúgnánk el magunktól, ha most ezt nem használnánk ki, mert nagyon sok esetben lehet azt hallani, hogy majd erre, arra, ilyen-olyan dolognak a megvalósítására keresünk egy topos pályázatot, az nem így van, hogy majd keresünk egyet, hát vagy kiírják, vagy nem. Ez elnézést kérek, de marhaság, tehát ez nem így működik. Akkor kell megragadni a lehetőséget, amikor arra megvan a mód. Ne vessük el magunktól, itt a világon még semmi nem dőlt el, az majd, hogy pontosan mennyibe fog kerülni, azt a közbeszerzés fogja megmutatni. Én úgy gondolom, hogy nekünk kutya kötelességünk ezt a lehetőséget megragadni, hogy a város egyetlen komoly befogadó képességű termét, ami ráadásul gyerekek százainak ad naponta sportolási lehetőséget, felnőttek százainak ad naponta sportolási lehetőséget, fejlesszük. Ezt saját erőből a
életben nem fogjuk tudni másképpen megoldani. Volt már máskor is olyan, hogy nem 100%-os támogatottságú pályázattal kellett megbirkóznunk, és azért erre számítanunk kell, hogy nem lesz mindig 100%-os, meg 90%-os támogatottságú pályázat. Itt most oda kell tenni a testünket, illetve a kis pénzünket majd, egészen pontosan. De mondom, ez, amit levezetett képviselő úr, ez egy fikció. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Majd a közbeszerzés megmutatja. A közbeszerzés nem mi fogjuk elvégezni, még egyszer hangsúlyozom, ez kétségtelen tény. De bízunk abban, hogy ez rendben és normális körülmények között zajlik le. Van-e további kérdés, jelenkezés? Szepesi Tibor képviselő, tessék parancsolni. Néhány tényt mindenképpen rögzíteni kellene, ha már szorzás. Tehát a sportcsarnok 46 méter hosszú, körülbelül 5 méter magasak az üvegfelülete, és két oldala van. Tehát az jóval több, mint 200 négyzetméter, azt gondolom, és akkor lehet ezzel a számmal szorozni. Nyilván nem célszerű csak az üveggel szorozni, hiszen akkor a üvegfelületekről van szó, hogy ezt azért célszerű megerősíteni, hisz itt a sportcsarnok fekvése észak-déli irányú, hogyha az üvegfelületeket nézzük, de majd gondolom a műszaki szakemberek ebben megerősítenek. Tehát a szél irányt mindenképpen figyelembe kell venni, amikor egy ekkora üvegfelületről beszélünk. És ahogy polgármester úr is mondta, azért első a biztonság. Tehát nyilván úgy kell ezt majd beépíteni, hogy ne csak a legdrágább üvegfelülettel legyen megszorozva, hanem azokkal a stabil, vagy stabilizáló eszközökkel, amelyek ezeknek a beépítését lehetővé teszik. Azt is el kell mondani, hogy nyilván a legnagyobb rendezvénytérről lévén szó, olyan ablakokat kell beépíteni, amely nem csak a sportcsarnok működését, hanem későbbi hasznosítását is lehetővé teszi. Tehát itt a különböző katasztrófa védelmi jogszabályoknak is szeretnénk megfeleltetni a későbbi szerkezetet, hiszen nem csak kézlabda mérkőzéseket és sportrendezvényeket, hanem különböző kulturális eseményeket is tervezünk majd itt megrendezni, amely nem 300, hanem azért 1000 fő feletti befogadó képességre teszi majd lehetővé a sportcsarnokot. És ha már említette a kézlabda szövetséget, akkor azt gondolom, hogy részt vettünk már egy pályázatban a kiskulcsosi tornaterem padló burkolatának cseréjénél, ahol ugyanez a pályázati kiírás volt. Akkor képviselő úr, azt gondolom, hogy vagy akkor nem olvasta el, vagy most olvasott valamit félre, hiszen annak a megépítése is azt jelentette annak a tornateremnek és annak a városrésznek, de azt gondolom, hogy a karcagi sportnak is, és egy teljesen korrekt közbeszerzési eljárás után a világ legjobb minőségű padló burkolatát építette be a Magyar Kézilabda Szövetség, úgyhogy én azt gondolom, hogy csak köszönettel tartozunk a Kézilabda Szövetségnek, és reméljük, hogy azokat az eredményeket, amelyet elért a Karcagi Sportegyesület és Karcagváros kézilabdázói, ebben a pályázatban is el fogják ismerni, és lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy nem azzal a műszaki tartalommal, amit ön felszorzott, hanem azzal a műszaki tartalommal, amely valóban egy biztonságos és egy nagyon jó használatot biztosít a sportcsarnoknak, meg fogjuk tudni építeni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a hozzászólást. Van a további jelentkezés? András Sándor képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm a szót, polgármester úr, csak nagyon röviden referálnék. Polgármester úr, részben egyetértek azzal, mondok, mindenféleképpen a sport nagyon fontos a város részére, a fiataljaink részére, igen. Valóban a sportcsarnok rászorul a felújításra. De én továbbra is azt mondom, azon el kellene gondolkodnunk, hogy ha a városnak van 15 millió forintja, már pedig az ön részre kell, hogy legyen, mert egyébként ugrik ez az egész pályázat. Tehát ha van 15 millió forintja a városnak, én úgy gondolom, hogy szerényebb paraméterek mellett én a legdrágább megoldást mondtam el. Ennél drágább nincs, uraim. Nincs drágább. Nincs. 46 ezer forint a legdrágább verzió. Ennél a páncélüvegek drágábbak. Könyörgöm azért, hogy sportcsarnokra ne tervezzünk már páncélüveget. Tehát ennél nincs drágább. Ha nem hiszik, nézzenek utána. Tehát úgy gondolom, hogy ha van 15 millió forintja a városnak, már pedig lenni kell, hogyha pályázunk, akkor én azt mondom, hogy egy kicsit tegyünk még hozzá 5 milliót, 20 millió forint. És akkor gyakorlatilag
senkitől nem kértünk szívességet, nem pályáztunk, és a többi, és a többi. Tehát én úgy gondolom, hogy valóban a topos pályázatok kiírása bizonytalan, vagy tartalmaz, vagy nem, ez elismerem, valóban így van. Azonban azt is el kell ismerni, hogy az összeg annyira közeli a megvalósításához, hogy én úgy gondolom, hogy elméletileg pályázat nélkül is. Ha mégis van pályázat, akkor talán egy jóval kevesebb önrészen megoldható lenne ez a feladat. Én minden esetre azt javaslom, vagy én úgy gondolom, hogy alaposabban elgondolkodnék ezen, alaposabban utána számolnék, és azért úgy gondolom, hogy nem kellene beleszaladnunk feltétlenül. Nem mondom, hogy a város rosszul jár vele, természetesen, mert egy csodálatosan felújított sportcsarnokunk lehet belőle. De az ország, önök, akik adót fizetnek, mert mindenki fizet itt adót, ebből a pénzből fogunk elkölteni 50 millió forintot valamire, amit megoldhatnánk 25 millióból például. Tehát lehet azt mondani, hogy uraim, a városnak nem került ez pénzébe, valóban nem került a pénzébe, de nekünk igenis pénzünkbe került. Mindenkinek, minden egyes adófizető magyar állampolgárnak. Én úgy gondolom, hogy nem csak helyben kell takarékoskodni, hanem ilyen országos szinten is. Annyit megjegyeznék, hogy valóban én a pontos paramétereket nem ismertem. Nem tudom, hogy hány négyzetméter üvegfelületről van szó. Ha tudtam volna, annyival szorzok. De még egyszer hangsúlyozom, a 46 ezer forint négyzetméternyi üveg, az nem vicces, hölgyeim és uraim. Vagy akinek vicces, az kezdjen el egy kicsit komolyabban gondolkozni, vagy fizesse ki saját zsebből, akkor nem lesz vicces. És akkor azt megjegyezném, hogy a 46 ezer forintos üvegnél jóval olcsóbban is meg lehet oldani, és még mindig maximálisan biztonságos, megfelel minden olyan biztonsági követelésnek, előírásnak, ami egy ilyen csarnoknál elvárható és megkövetelhető. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr. Örülök neki, hogy odafigyel ezekre a dolgokra. Néhány hiba azért lehet. Ön is azt mondta, hogy nem tudja pontosan a paramétereket egyfelől. Akkor ma a számítása, hogy várhatjuk el, hogy pontos legyen. Most egy közbeszerzésben sem biztos, hogy azzal az anyaggal fognak majd tervezni. Tehát itt még ez sok a bizonytalansági tényező. Ez kétségtelen, így van, de följebb már valószínűleg nem mehet. Ez egy irány összeg, ami itt az anyagban szerepel. Ördög tudja, lehet, hogy följebb fog menni, lehet, hogy lejjebb fog menni. Ha irreálisan fölé fog menni, akár 10%-kal például, akkor el lehet állni az egésztől. El lehet állni. Ha csökken, akkor jó, mert akkor kevesebbet kell nekünk befizetni. Tehát ő azt mondta, hogy nincsenek pontos adatok a birtokában, akkor a számítása sem lehet pontos. Nézzük meg, várjuk meg, hogy mit hoz a jövő. Egyébként az, hogy fejleszteni kell, az szerintem nem is vita téma közöttünk, az egyértelmű. További jelentkezést látok. Tessék parancsolni. Nagyné László Erzsébet képviselőasszony. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Én az elhangzottak alapján, illetve hát a bizottsági ülésen elhangzottak alapján, és hát a gyakorlati tapasztalatunk, amit már ugye elmondott itt képviselőtársam is, Szepesi Tibor, hogy milyen támogatásban, és hangsúlyozom, nem szívességben, hanem támogatásban részesült a karcagi önkormányzat egyik intézménye, és ennek egyik tornaterme. Úgyhogy talán ez a megfogalmazás sem helyes képviselő úr részéről, mert nem szívességet kérünk, hanem támogatási kérelmet nyújtunk be. Ugyanakkor azért, ahogy ezt polgármester úr is jelezte, én ezzel teljesen egyet tudok érteni, hogyha van egy eredeti összegünk, amit egy terc költségvetés készítő építőipari program alapján sikerült beszereznünk, ez egy előzetes, ez egy közbeszerzési eljárásnak a becsült értékének a meghatározásához bőven elegendő. Ugyanakkor a Kézilabda Szövetség, ahogy a korábbi pályázatait, nál is nem a támogatási összeget adta ki a pályázóknak, hanem egybe ő hirdette meg
a közbeszerzési eljárást, és ezáltal nyilván lehetett olcsóbban is, vagy lehetett olcsóbb is ettől az összegtől, vagy az eredetileg tervezett összegtől egy-egy felújítása kerülhetett kevesebb összegbe is. Ez jelen esetben Karcagváros önkormányzata tekintetében csak még szerencsésebb lesz, mert nem, hogy, ahogy azt képviselő úr mondta, hogy a 15-höz tegyünk még 5 milliót, hanem talán még a 15 millió sem fog kelleni, ugyanakkor abban a minőségben, azon a színvonalon fog megvalósulni a beruházás, ahogy azt az önkormányzat tervezte, és ahogy az a mai kor és a sport elvárásainak megfelel. Én úgy gondolom, hogy képviselő úr Andrássy András, képviselő úr, nem kell kiszoroznunk, hiszen ön is, ha úgy tetszik, mondhatnám úgy is, hogy vakon van ezen a témában, hiszen ezt ő maga mondta, amikor közölt, hogy nem tudja a műszaki tartalmat, hogy mennyibe kerül ez a beruházás. Ha egy előzetes költségvetési tervezői program alapján összeállított értékünk van, azzal tudunk pályázni, és bízunk abban, hogy a jó minőségben a támogatást is el fogjuk nyerni, ami nyilván vissza nem térítendő támogatás, és a közbeszerzési eljárás eredményes eljárás lefolytatását követően egy újabb olyan beruházást köszönhetünk majd itt Karcagon, ami nyilván nekünk valamennyibe került, de több évtizedig szolgálja majd az itt sportolni vágyóknak a szórakozását. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a hozzászólást, így van, egyetértünk teljes mértékben. És még annyit, mert ezt is említette képviselő úr, és erre elfejtettem reflektálni, hogy majd hozzágyűjtögetünk még ennyi milliót, meg annyi milliót, majd hozzá kell még gyűjtögetnünk a további fejlesztéshez, hiszen ezzel csak a küzdőtérnek a problémáját oldottuk meg. Tehát még ott vannak az öltözők, az irodai helyiségek, a bejárat, stb. Van mire nekünk gyűjtögetni. Egyébként arra is lehetőség lett volna, hogy azt is megcsináljuk, csak az már olyan komoly összeg volt, hogy az valóban nem biztos, hogy célszerű lett volna bevállalni, bár én magam is nagyon szeretném, hogyha egyszerre újulna meg az egész épület ilyen formában, hogy a nyillázáró kicserélése kerüljenek. Úgyhogy lesz gyűjtegetni valónk bőséggel. Van-e további jelentkezés? Én mindenképpen azt javaslom, hogy fogadjuk el ezt, hiszen én úgy gondolom, hogy soha vissza nem térő lehetőség arra, hogy a csarnok küzdőtere, annak ablakai megújuljanak, és ne csak a sportolás érdekében történjen ez meg, hanem különböző közösségi rendezvények, konferenciák, koncertek, egyéb más programok érdekében is célszerű egy ilyen modern és megint hosszú évtizedeket kibíró ablakokat készítetni ide. Ha nincs több jelentkezés, akkor szavazunk. Aki tudja támogatni a javaslatot, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás, 8 igen, 2 tartózkodás ellenében a javaslat elfogadásra került. Köszönöm szépen. 11. napirendi pontunk következik. Javaslat a komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételre. Az önkormányzat konzorciumi formában pályázatot kíván benyújtani a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében. Hosszabban is el tudom mondani, hogy miről szól a történet, egyelőre ennyi, röviden, tömören. Gondolom bizottságok megtárgyalták ezt a történetet. Itt egy komolyabb összegről kell majd döntenünk. A indikatív támogatási keret 2,4 milliárd forint, úgyhogy ez egy komoly tétel, és nagyon jó lenne, hogyha sikerülne egy konzorciumi formában eredményesen részt venni ezen a pályázaton. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Gazdálkodásunkat természetesen továbbra is a saját kezünkben szeretnénk tartani, és ennek érdekében egy konzorciumi formában szeretnénk további fejlesztéseket megvalósítani. Majd, hogyha előrelépések történnek a dologban, akkor további tájékoztatást adok. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 12. napirendi pontunkhoz értünk.
a jelentésekhez. Van-e bármelyik jelentéshez kérdése, véleménye, észrevétele valakinek? Javaslom, hogy összevont szavazást tartsunk, ha valaki ügyrendiként nem kíván másféle javaslatot tenni. Ha nincs jelentkezés, akkor szavazzunk. Jelentések elfogadásáról igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, 13. napirendi pontunkhoz érkeztünk, amit zárt ülés keretében tárgyalunk meg, és még az ezt követő másik két napirendi pont is zárt ülésen kerül megvitatásra. Így megkérem, hogy csak az maradjon a teremben, aki érintett. A napirendi pontok megtárgyalásának a végére értünk, a testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkáját. 16. napirendi pontunk, javaslat a karcagi településrendezési terv részét képező Karcagváros település szerkezeti tervének megállapításáról szóló 309/2001 KT számú határozat módosítására. Vitáborra bocsájtom a napirendi pontot. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? A bizottság támogatta a javaslat elfogadását. Tudjuk-e mi is támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 17. napi rendi pontunk. Javaslat a karcagi településrendezési terv részeit képező karcagi építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról szóló 18/2001 számú rendelet módosítására. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Ezt is támogatta a bizottság. Tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, a napirendi pontok megtárgyalásának a végére értünk. Felkérem Róla Sándor jegyző urat, hogy az előzetes programokra legyen szíves tájékoztatást adni. November 25-én Török elemek a magyar népi kultúrába címmel néprajzkutató konferenciát és ételkóstolót rendeznek dr. Barta Júlia keletkutató etnográfus szervezésével az Ifjúsági Házban. November 26-án délután kerül sor a Madarász Imre egyesített tovar a 13. Ovi gálájára a Dérné Kulturális Központban. Szintén ezen a napon este 7 órakor rendezik meg a Kiskulcsosi Általános Iskola műsoros estjét. November 27-én az adventi gyertyagyújtás első alkalmára várja az érdeklődőket Karcagváros önkormányzata, a Dérinné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár, valamint a Nagykunsági Civil Fórum Egyesület a Városháza dísztermébe. Közreműködik a Blazings énekegyüttes. Köszöntőt mond, és az adventi koszorú első gyertyáját meggyújtja Dobos László polgármester úr. December 2-án lesz a Varó István szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium végzős diákjainak szalagavató ünnepség a Dérné Kulturális Központban. December 3-án tartják a Péter László emlékversenyt a sportcsarnokban. December 4-én, a második adventi vasárnapon a református templomba várja az érdeklődőket Karcagváros önkormányzata, a Dérinné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár, valamint a Karcagi Református Egyházközség. Fellép a Pesti Zenész Színpad Társulat. Az adventi gyertyát Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közülés elnöke gyújtja meg. Ünnepi köszöntőt mond Koncz Tibor elnök lelkész. December 5-én jótékonysági Mikulás fotózásra várja a Dérinné Kulturális Központ a családokat a Kossuth térre. A Mikulásnak átadott ajándékokat a rászoruló családoknak juttatja el a Karcagi Többcélű Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ munkatársai. December 10-én adventi játszóház lesz a sportcsarnokban. A Mikulás mellett kézműves foglalkozások, mézes süteménykészítés, babakuckó és játékok várják a gyerekeket. December 11-én kerül sor a 3. adventi gyertya meggyújtására a Dérinné Kulturális Központban. A műsorban fellép a Tritónusz Gitár Trió és Karcagváros kambarakórusa. Ünnepi köszöntőt mond, és a gyertyát meggyújtja a Pánti Ildikó önkormányzati képviselő. December 16-án lesz a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészoktatási Intézmény karácsonyi hangversenye a Dérinné Kulturális Központban. December 16-tól 18-ig látogatható a galambkiállítás a Galambtenyésztő Egyesület szervezésében a Városi Sportcsarnokban.
December 17-én rendezik meg a karcagi kolbász ízesítő és 6. házi pálinka versenyt a Dózsa-György út Dérini Kulturális Központ előtti szakaszán. A nevezési lapok és a nevezési feltételek letölthetők a www.derinekarcag.hu oldalról. December 21-én tartják meg az adventi gyertyagyújtás 4. alkalmát a katolikus templomban, ahol a nemzetközi hírű Szent Efrém férfi kar adventi koncertjét is meghallgathatják az érdeklődők. Ünnepi köszöntőt mond, és az adventi koszorú 4. gyertyáját meggyújtja dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, országgyűlési képviselő. A karcagi római katolikus egyházközösség nevében Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos köszönti az egybegyűlteket. Köszönöm szépen a tájékoztatást, sok szeretettel várunk, hívunk mindenkit ezekre a rendezvényekre. Tisztelt képviselő hölgyek, urak, bejelentem, hogy munkaterv szerint legközelebb december 15-én 16 órától ülésezik a képviselőtestület. Van-e erre valakinek napirendi ponti javaslata? Amennyiben nincs, megköszönöm képviselő hölgyek, urak megjelenését, aktivitását, a hivatal munkáját, további szép napot kívánok mindenkinek!